új köntösbe öltöztetett, hagyományt elevenített fel a Kiskút Teniszklub. Régen a teniszpályákat felöntötték vízzel, ezzel a korcsolya egyesületek is teret nyertek Magyarországon. A Kiskút útján profi jég és palánkrendszer várja a korcsolyázni vágyókat, a tulajdonos Viszló Csaba nem bízza véletlenre a jég minőségét, rollba is tartozik a pályához. Az egyik szabadtéri salakos pálya helyén terül el a jég, ami ennél is fontosabb, hogy január elejétől szeretnék valamennyi fehérvári és környékbeli általános iskolát vendégül látni. Ők megbeszélik ott az iskolán belül, gondolom a testnevelő és az igazgató segítségével, hogy mely osztály, vagy mely társaság, vagy valami esetleg valami rendezvényre, aki készülni akar, vagy bármire, ők díjfizetés nélkül látogathatják egy alkalommal ezt a pályát, és egyébként is a többi alkalommal is lesz ilyen csoportos kedvezmény, amikor bejelentkeznek. A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő teniszcentrum főprofija természetesen továbbra is a tenisz marad, ám a jég akár a mindennapos testnevelésben is segítségére lehet az iskoláknak. Fehérváron így újabb közösségi jégfelület áll a korcsolyázni vágyók rendelkezésére. Ami az Icsiligettel együtt szerintem két kiváló lehetőség, hogy aki szereti ezt a sportágot, szeretne mozogni, generációtól teljesen függetlenül, az ezt megtehesse. Fehérváron két helyen is, akár délelőtt. Itt a Kiskuton délután mondjuk az Icsiligetbe, vagy éppen fordítva, ismerősökkel, barátokkal, közben bemehet mondjuk úgy a hüttébe, itt is, meg az Icsiligetbe is, és ez így szerintem egy nagyon-nagyon szép lehetőség. Nem csak a teniszklub fejlődik, hiszen a Kiskút útja felújítása révén a megközelítés is kényelmesebb és biztonságosabbá válik. Új útpálya, járda, bicikliút és buszmegálló is épül a Kiskút útján.